2012 óta minden évben megrendezik a Hidi Sétát Gyulán. Az esemény nem titkolt célja, hogy népszerűsítsék a megelőzés segítő szűréseket, amelyek közül a Hidi Séta az egyik legjelentősebb program. Ma Magyarországon a daganatos megbetegedések miatti halálozás a szív- és érrendszerét követően a második leggyakoribb halálok. Szilágyi Edit, a gyulai esemény ötletgazdája 2010-ben találta mellében egy csomót, majd az orvosok rosszindulatú melldaganatot állapítottak meg nála. A műtét után kemoterápián kellett részt vennie. Szilágyi Edit 11 éve tünetmentes. Kiemelte, fontosnak tartja, hogy minden évben elmenjen szűrésekre. Ezt a betegséget, tehát ezt nem vásároltuk magunknak, ezt szerintem nem is kellene szégyelni. Mondjuk sokan nem vállalják föl, de ahogy mondom, már 10. éve megtartjuk minden év októberében ezt a rendezvényt, úgy gondolom, hogy egyre többen eljönnek, és nem szégyellik, és eljönnek a sétára, és kitűzik a rózsaszín szallagot, és ott vannak, köztünk vannak, és úgy gondolom, hogy már ezzel is bővítettük a kört, hogy minél többen eljöjjenek erre a rendezvényre. Jubileumához ért a Hidi Séta, összefogás az egészségért, Séta a Merrák ellen elnevezésű rendezvény, melynek idén is a Vigadó adott hont. Az eseményen ismeretterjesztő szakmai előadások mellett egészségügyi szűrésre is lehetőség nyílik. Az egészséges táplálkozásról szól az egyik előadó témája. Ugye ez is nagy részt befolyásolja, hogy hogyan élünk, hogy mit táplálkozunk, mivel étkezünk. És majd ezek után lesz egy pszichológiai előadás, ami a lelki támogatásról szól, ami nagyon-nagyon fontos a betegség folyamán, hogy hogyan tudjuk ezt feldolgozni, hogyan tudjuk minél hamarabb az akadályokat venni, és mivel tudjuk önmagunkat erősíteni. Már hagyomány, hogy az esemény napján a Kossuth-téri szökőkút vize rózsaszínre vált a Merrák elleni küzdelem jegyében.